Ismét eltelt egy esztendő, sok-sok élménnyel, amikor betartottuk ígéretünket és többször találkoztunk, közben rengeteg vidám pillanattal lettünk gazdagabbak. Nézzük meg most ezekből egy kis összefoglalót. Évelején a Városháza melletti koripályán megelevenedett a mesevilág. A Fason kezdetén mi mással nyithattuk volna az évet, mint egy jók és jelmezes mulatsággal, és természetesen, hogy még nehezebb legyen, ezt a jégen tettük. Az újpesti karnevállal és a farkasfarki mulatsággal véget ért a farsangi szezon, megettük az utolsó fánkjainkat és megérkeztek a busok, akikkel elűztük a hideget és a rossz időt. Dicső címmel indult a tavaszunk, a kihívás napján 2014-ben a város számtalan pontján küzdöttünk meg a titulusért, de végül sikerült, és mi szereztük meg, mi lettünk a legsportosabb város.
Minden évben megrendezésre kerül a méltán népszerű horgászverseny, idézzük fel most ennek a legjobb pillanatait. Vizsli mustárral, vattacukor, ringlispilés, kertmozi. A retro majálison mindemellett a Semsely Parkban felállítottuk a leges legszebb májusfát is. Májusban immáron hagyományosan került megrendezésre a víztorony melletti parkban a családi nap, volt közös reggeli torna, rengeteg színes esemény és koncertek. Nézzünk bele most ezekbe a vidám pillanatokba. Az év legrövidebb éjszakája a Szent Iván éjjel. Az emberek számára a fény és a sötétség váltakozását jelképezi, és mágikus eredettel bír. Az emberek ilyenkor hagyomány szerint hatalmas tüzet raktak, hogy elűzzék a sötétséget. Mindezt mi is megtettük, persze vidám kísérő programokkal megfűszerezve.
nyár a sportrajongóknak duplán kedvezett, a városban új törzshelyüké pedig a Bajnok terasz vált. Itt drukkoltuk végig együtt a nyarat, először a foci VB-n, majd utána a vízilabda EB-n az óriás kivetítőkön. Míg a meccsszünet sem okozott problémát, a helyszín ilyenkor ugyanis színes programoknak adott otthont. Emlékezzünk csak például a filmvetítésekre, a biztonság napjára vagy az ifjúsági napra, és persze a zenés programokra, a dallamfesztiválra vagy a hatalmas közös karaoke bulikra. Az augusztus végi városnapok programjait még felsorolni is lehetetlen vállalkozás. Kézműves programok, óriási élő társasjátékok, Makrancos Kata, Újpest arca verseny és a hazai popzene színejava. És egy meghatározó momentum, a közönség előtt először debütált tavaly nyáron Újpest dala.
Az ősz eljövetelével, bár az iskolába becsöngettek, a jó hangulat nem hagyott talább. A szüreti mulatság várt mindenkit, ahol még szőlőt is tapostunk. A sportparti októberben nem csak a sportról szólt kivételesen, most mindenki megmutathatta a főző tudományát is, hogy ez hogyan sikerült, azt már is megmutatjuk. Az év végén, az advent hetei alatt a karácsonyi vásár méltóképpen zárta a közös 2014-es találkozásainkat. Minden héten közösen gyújtottuk meg a plusz gyertyát az óriási újpesti adventi koszorunkon, a hatalmas sikerű koncertekkel, rendezvényekkel együtt pedig együtt teremtettünk ünnepi hangulatot.
Létezik egy régi mondás, miszerint addig marad mindenki fiatal, amíg nem felejti el, hogy a régi szép idők az most van. Találkozzunk többször 2015-ben is.